műsor támogatója a Láng TV. Iratkozz fel oda is! Az internetadó ellenes tüntetők kemény magja vasárnaphoz hasonlóan most sem hagyta abba a tiltakozást, miután a szervezők a Budai Clark Ádám térnél bejelentették, hogy vége a demonstrációnak. Többen szervezetten a Kossuth térre vonultak. Ott van a helyszínen Szaploncai Laura kollégánk, szervusz! Mi történik most a parlament előtt, és mekkora a rendőrségi készültség? Nagy a rendőri készültség, és egyelőre a tömeg skandál különböző jelszavakat. Maga a demonstráció hivatalosan véget ért. Mi is 9 óra körül indultunk el a Lánchíd budai hídfőjétől, ahol egy platós kocsin a tüntetés főszónoka, Füzesi Károly megköszönte a tüntetőknek a részvételt. Azt mondta, hogy nagyon szuper volt ez a tüntetés. És akkor utána azt láttuk, hogy nagyon sokan elindultak erre a Kossuth tér felé. Pár perccel ezelőtt érkeztünk meg, és azt látjuk, hogy a demonstrálók állnak a téren, skandálnak többek között azt, hogy korrupt rendszer, hol az EU-s zászló, korrupt rendszer, Orbán takarod, illetve kinyilvánítják a nem tetszésüket is a hírtelevízióval kapcsolatban. Tehát ahogy mondtam, a rendőri készültség nagy, gyakorlatilag sorfalat állnak a parlament épülete körül a rendőrök, és most amennyire hallom, bent a tömeg közepén folytatódik a skandálás, azt egyelőre nem lehet tudni, hogy meddig maradnak, és hogy mi lesz ennek a folytatása itt a Kossuth téren. Szaploncai Laura, egyelőre köszönjük.